És úgy gondolom, egy szurkolói ankéton erről beszélnünk kell. Különösen azért, mert olyan távozók voltak, akik Ajkán ikonnak számítanak, és nagyon a szívéhez nőtt a szurkoló táborunknak. Az egyik ilyen távozó Pálkai Gergő, a csapat kapitánya, aki 14 évig játszott a FC Ajkába. Gergő az elmúlt fél évben kevesebb játék lehetőséghez jutott, és közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy ő nem kívánja folytatni itt a futballt, és más részben a munkájából adódóan más területre koncentrált, részben meg máshol fogja folytatni majd a labdarúgó pályafutását. Az is kérdés lesz valószínűleg, vagy legalábbis azt gondolom, hogy lesz majd kérdés. Természetesen nem csak őt, hanem majd a másik két játékost is, akit megemlítek, méltóképpen szeretné a klub elbúcsúztatni. Tudom, hogy ez Ajkán mindig egy ilyen hiányérzettel teli dolog volt minden távozó játékos esetében. Mi a Vasas elleni mérkőzésre tervezzük a játékosoknak azt a fajta búcsúztatását, ami őket megilleti, azt gondolom, egy ilyen karrier után. Kovács Gergő a következő olyan, akit meg kell említenem. Gergő tavaly május óta küzdött igazából, tényleg küzdött a derékfájdalmakkal. Nagyon sok specialistánál volt az elmúlt fél évben. Mikor véget ért a fél év, akkor megbeszéltük azt, hogy úgy tűnt, hogy januárra jó állapotban van. Becsületen bele is állt a munkába az első héten, viszont az első vagy a második nap után kért egy találkozót, és mondta, hogy milyen jellegű terhelést valószínűleg nem tud vállalni a következő időszakban, így ővel és közös megegyezéssel szerződést bontottunk. A harmadik távozónk volt, aki azt gondolom érzékenyen érinti mindenkinek a szívét az előző kettő távozó mellett is, az Major Norbert volt, aki nagyon-nagyon régóta játszott a Ajka színeibe. Norbi már a nyáron is jelezte, hogy az elmúlt évben, tehát a tavasszal is kevesebb játék lehetőséghez jutott az NB3-os bajnokcsapatba, és ő szeretné, hogy máshol tudjon focizni, már akkor is a Veszprém volt a célpont. Akkor úgy beszéltük meg, hogy még egy fél évet adjon a klub is, ő is a klubnak, a klub is ő neki, hogy próbáljon vissza zökkenni ebbe az NB2-es, egy nagyon jó hozzáállású, nagyon szorgalmas srácról van szó ebbe a dologba. Végül is, mivel kevesebb játék lehetőséget kapott ő is a ősz folyamán, ő is úgy döntött, hogy inkább ő szeretné a Veszprémbe folytatni a pályafutását. Aztán voltak olyan, ez a három olyan távozó, aki azt gondolom mindjárt szívét úgy megérinti, mert nagyon régóta itt voltak a csapatnál, és sokat tettek azért, hogy az FC Ajka korábban is az NB2-be szerepeljen, illetve visszajusson a magyar profi másodosztályba. Aztán voltak még távozóink, Paksról kaptunk egy játékost augusztusban, Donát Dominikot, akinek szintén úgy jött össze ez a fél éve, hogy ő inkább visszament a Pakshoz, és most úgy tudjuk, hogy Szlovéniába, szlován másodosztályba fog majd játszani. Aztán Szabó Norman Csákvárra igazolt, ő is igazából véve csak kevés-kevés epizód szerephez jutott, és a tegnapi nap folyamán, vagy pontosabban a tegnap előtti nap folyamán hívott engem fel az Olá Laci, hogy ő is szeretne egy megbeszélést eszközölni. Részben családjogok miatt, részben pedig azért, mert ő is kevesebb játék lehetőséget jutott, úgy érezte, hogy nem tud kiteljesedni itt ebben az elmúlt évben, nem csak az elmúlt fél évről, hanem már a tavaszi idénkben is hiányérzettel küzdött. És mondom, részben ilyen családjogok miatt is szeretett volna Békés Csabára hazaköltözni, ő Békés Csabai. Ott találkozott az ottani szakmai stábbal, és úgy döntöttek, hogy ott tudják közösen folytatni a munkát. Én megköszöntem azt a két évet a Lacinak, amit itt eltöltött, és hozzásegített tulajdonképpen bennünk egy bajnoki
NBA-s második helyhez, hozzásegítette egy bajnoki címhez, és azt gondolom, hogy nagyon sok sikert kívánunk az ő részére is az elkövetkezendő időszakban. További változások a keretben csak olyan szempontból várhatok, nem várhatok egyébként, a Honvéddal van egy együttműködésünk, és ott van néhány olyan dolog, ami különböző kooperációs szerződések kapcsán változást hozhat. De a mi játékosunk és itt tetsz velünk a felkészülés első napjától már, tehát nem csak szerdánként jön, hanem itt tartózkodik Kovács Nikolasz, aki a jobb hátvéd pozíciójában játszik, illetve mindig nagyon nézve Stojanovic Dávidnak, természetesen nem jól mondtam a nevét, de amikor ránézek a Danira, és mindig mondja, hogy elnézést kérek tőle, egyszer meg fogom tanulni a nevét, ígérem. Ő neki lejárt a budapesti Honvédnál a szerződése, és neki egy fél plusz egy éves, illetve pontosan egy fél éves szerződést ajánlottunk június 30-ig, és ő is a keretnek a tagja. A keretben körülbelül ilyen változások voltak, egyébként majd kérdése lesz, természetesen arra is ezzel kapcsolatban fogok válaszolni. És nézzük az elmúlt fél évet, amiről sokan sokféleképpen vélekednek ebben a dologban. Alapvetően én azt szeretném mondani, hogy én nagyon büszke vagyok az FC Ajka labdarúgó csapatára. Tudom, hogy egy 15. helyezett NB2-es csapat ügyvezetője nem mondja ilyeneket, hogy ő büszke, már pedig én az vagyok. Én egy olyan bajnokságban, azt gondolom, hogy egy olyan bajnokságban szerepelünk, ami minden ajkai, akinek fontos a labdarúgás, büszkeséggel kell, hogy eltöltsen. Mi hétről hétre olyan csapatokkal játszunk, és most itt fölsorolhatnék, biztos fejből nem fog tudni mindenkit, de ebben a februári hónapban, csak a februári hónapban ide fog bajnoki mérkőzésre látogatni a Vasas és az MTK. Két olyan csapat, aki sok-sok éves NB1-es múlttal rendelkezik. De ide sorolom a Gyirmotot, ide sorolom a Győrt, ide tudom sorolni a Siófokot, a Békés Csabát, a Szegedet, a Nyíregyházát. Olyan csapatok ellen játszunk hétről hétre a haladást, olyan csapatokkal játszunk hétről hétre, amely azt gondolom, hogy amely kapcsolatban mindjárt úgy érezhetjük, hogy látunk futballt, vagy érdemes kijönni erre a pályára futballt nézni. Szeretném azt mondani, hogy ezek a csapatok ide bajnoki mérkőzésre jönnek. Nem hírverő mérkőzésre, nem esetleg egy nagyon fontos kupa mérkőzésre, hanem a bajnoki három pontért tudunk velük megküzdeni. És akkor nézzük meg azt, hogy az első fél éves eredményesség az hogyan lehet értékelni, vagy hogy látjuk ebben a kérdéskörben. Alapvetően három feljutó volt az NB2-ben. A Szolnok, az Ajka és a Szeged. Mi, itt ülünk a teremben, az első pár forduló után, meg a bajnokság végén is, legalábbis néhány kommentet így, ahogy így olvasok, azt kell, hogy mondjam, hogy úgy nagy vonalakban általában az elégedetlenség hangja az, amit visszakap egy ilyen csapat. Ebben a szituációban. Miközben én azt gondolom, hogy érdemes egy picit más oldalról is megvizsgálni ezt a kérdést. Érdemes megvizsgálni arról, hogy a három feljutóból a Szolnoknak 21 pontja van, az Ajkának 22, a Szegednek 24. Ebből az aspektusból vizsgálva a dolgot a három feljutó között, és egyik feljutó csapat sincs kieső helyen jelen pillanatban az NB2-ben, semmiféle extra különbség nincsen. A fejből nem tudom, csak azt tudom, hogy azt hiszem, hogy a 9. helyezettnek 28 pontja van jelen pillanatban a bajnokságnak. A 18. helyezettnek, igen, 18. helyezett haladásnak 15 pontja van. A 18-tól 7 pontra vagyunk, a 9-től 6 pontra vagyunk. Egy ilyen pontsárnak a kellős közepén helyezkedik el a csapatot. Nem vagyunk elégedettek. Tehát senki ne gondolja terembe azt, hogy az FC Ajka ügyvezetése, vagy elnöksége, vagy a stáb tagjai minden este örömtáncot járnak, mert hogy milyen fantasztikusan szereplünk az NB2-ben. Szó nincs erről. Tudjuk a dolgunkat, tudjuk, hogy mi a munkánk. Részben ezért is igazoltunk olyan játékosokat, akikről hiszünk, tudjuk, hogy segítik a csapatot úgy,
hogy mi ezt az eredményességet meg tudjuk tartani. Nem az a célunk, továbbra sem, hogy bennmaradjunk az NB2-ben. Nem erről szeretnék beszélni. Az a célunk, hogy az NB2-ben a lehetőségeinkhez, a befektetett munkához, a játékos állományunkhoz képest a lehető legjobb eredményt érjük el. Amikor itt több szurkolóval beszélgettem még a szezon elején, akkor is azt mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy a 8 és 18 hely között bármi lehet ebbe a bajnokságba, ami a mi reális elképzelésünk lehet. Benne lehet ez egy nagyon jó ősszel és egy nagyon jó tavasszal egy 8. hely, de benne lehet akár egy nagyon-nagyon szerencsétlen esetben egy 18. hely is, ami bizony jelen pillanatban kiesést ér. Természetesen nem erre lövünk, meg nem ez a célunk, de azért azt szeretném mondani, hogy most tudom, hogy csak 19 csapat van, de ebből a 19 csapatból mind a 19 benne akar maradni az NB2-be. Pontosabban 17-nek vagy 14-nek 5 fel akar jutni, tehát az NB1-be. Tehát mindenkinek megvan a maga célja. Az, hogy ami történik ma az NB2-ben, arról nyilván nekem van véleményem, sokszor magam sem értek vele egyet, de ez van. Ez egy ilyen piac. Van, aki tehetősebb klubot tud vezetni, van, aki esetleg kevésbé anyagilag olyan tehetős klubot tud vezetni. Ez így van a világ futballjában mindenhol, nálunk is. Nem foglalkozunk azzal, hogy kiket igazol az MTK, kiket igazol a Vasas, kiket igazol a Győr, meg a Virmot, mert nem ez a fontos. Nekünk az a fontos, hogy a mi játékos állományunk az napról napra úgy készüljön, hogy eredményesen arra mi mindnyájan büszkék lehessünk, és tényleg eredményesen futballozzon, és sok örömet szerezzen az ajkai szurkolóknak. Ettől függetlenül nyilvánvaló, hogyha egy klubnak ötször akkora költségvetése van, mint egy másik klubnak, azok ott akkor mások a lehetőségek, ezt tudomásul kell venni. Én továbbra is azt gondolom viszont, hogy egy jó szurkolótáborral, egy jó közeggel nagyon sok mindent lehet kompenzálni. Lehet, hogy ötszörös költségvetés nem lehet, de hogy kétszeres, háromszoros költségvetés lehet, ezt többször bebizonyítottuk itt ebbe a közegbe. Mert hogy mi lehetünk büszkék. És ugye a tavalyi évet, hogyha figyelembe vesszük, és nyilván ebben nem gondolok itt most feltétlenül pont az augusztusi hónapra, ebben majd azt nem szeretném kiemelni se pro, se kontra, de azért mégiscsak szereztünk egy NB3-as bajnoki címet, illetve abban az egy évben, hogy egy picit ide számolom még az MTK-t is decemberben, azért mégiscsak játszottunk az MTK-val a Debrecennel 2 mérkőzést, és az Újpesttel 1 mérkőzést, tehát 4 olyan mérkőzést játszottunk, ami tét mérkőzés volt. NB1-es csapatokkal, kiemelt fontosságú mérkőzések, magas nézőszámmal. Én azt gondolom, hogy az ajkai labdarúgásban ez az év, hogyha visszanézünk, akik itt régebb óta járnak mérkőzésre, hogy legutoljára mikor volt olyan év, amikor 4 ilyen csapat tét mérkőzésre egy éven belül ajkára látogatott. És azt gondolom, hogy abban is sokat mértünk előre, hogy az általános nézőszámunk az a hazai mérkőzéseken 900 fő fölött van, ezzel mi most fejben nem tartanak 9-ek vagy 11-ek vagyunk a 7-ek vagyunk a hazaival, ugye összességében vagyunk talán 11-ek, vagy az a fiatal játékosokban van, ezek mindig számokat keverem, de 7-ek vagyunk, illetve az Ajka Győr mérkőzés 2500 fős nézőszámával pedig benn vagyunk a top 10 legmagasabb nézőszámú mérkőzésében az NB2-ben. Hát, hogyha egy csomó dologra tudunk büszkék lenni, azt gondolom ebbe a dologba. És az, hogy több mint 3000 voltak az Újpest elleni meccsen, majdnem 4000 voltak a Debrecen elleni mérkőzésen, az hiszem és gondolom, hogy illemos itt ilyenkor elmondani, hogy bizony, ezt köszönjük a szurkolóknak, és büszkék vagyunk mi személy szerint a szurkolóinkra, hogy ilyen nagy számban látogatnak ki a mérkőzésekre. A hétvégén volt szerencsénk egy NB1-es mérkőzésre elmenni, és büszkén állapítottam meg, hogy nem voltak többen esetleg, mint egy mondjuk egy Ajka Győrnél biztos, hogy nem voltak többen. Hozzáteszem, az augusztusban volt, ez meg azért mégiscsak januárban volt, tehát azért az időjárásnak is van itt szerepe. Azt úgy gondolom, hogy amit én el szerettem volna mondani,
így a szezon kezdéssel kapcsolatban, azt én eltudtam, vagy elmondtam. Most arra kérném a játékosokat, hogy most akkor Zsolti kezdje, hogy egy pár szóval mutatkozzon be, hogy honnan érkezett, hol volt a milyen kulcspontjai voltak a pályafutásának, és aztán majd jön minden magától. Jó? Köszönöm. Tiszteltel köszöntök mindenkit. Tarj Zsolt vagyok. Puskás Akadémián nevelkedtem, ott voltam közel 10 évet. A Boston belső védő, és ugye a Győri Eltóba igazoltam ide. Köszönöm szépen. Balázs? Igen, én is üdvözlök mindenkit. Én Zamosi Balázs vagyok, ugye most Siófokból érkeztem, én Pécsen nevelkedtem, és onnan Újpestre kerültem, ahol még annak fiatalként 5 évet írtam alá, ezért voltam egy-két helyen kölcsönben. Sopron, Győrt is megemlíteném klubjaink között, de újpesti éveimre azért büszkén emlékszek vissza, és támadó pozícióba érkeztem. Köszönöm szépen. Gergely? És üdvözlök mindenkit, Tóth Gergely vagyok, MTK nevelés. Ide Kaposváról érkeztem, ahol megkaptam el a lehetőséget, előtte Vácon játszottam 4 szezont MB2-ben, főleg középpályásért, de több poszton is játszottam már másodosztán. Köszönöm szépen. A mestert arra kérném, hogy egy pár és utána majd az is, hogy látja a csapatot, mesterte, hogy sikerült a felkészítés időben egy olyan dolgot, amit ilyen esetben nem kifejtettem. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném megköszönni azt a támogatást, amit kaptunk itt a szurkolóktól, az egész csapat, a bajnokság során, külön a szurkolótábornak is, amelyekkel ugye nagyon jó a kapcsolat. És akkor is mellettünk álltak, amikor, ahogy már említettem, nem úgy szerepeltünk, ahogy szerettünk volna. Ez nagyon jó esőérzés csapatnak is, számomra is. Külön szeretném megköszönni, bár ez egy kicsit személyes dolog, sok jó kívánságot, ami egy picit ilyen nehezebb helyzetbe talált engem. Nagyon jó eset, meg segített a teljes felépülésbe. Amit én szeretnék elmondani, egy kicsit mielőtt értékelném, hogy a felkészülés hogy sikerült. Szeretném elmondani azt, hogy én hogy láttam ezt a fél évet. Nyilván nagyon sokféleképpen nem lehet ezt látni, hiszen az eredmények önmagukért beszélnek. Az embernek esetenként volt hiányérzete, viszont voltak olyan eredmények, amire nagyon büszkék lehettünk. Egy kicsit én ilyen szélsőségesnek jellemezném, illetve talán az a legjobb szó, főleg itt a szakmailag nézzük, hogy periódusaink vannak. Nagyon rosszul kezdtünk, utána volt egy nagyon jó időszakunk, aztán volt egy olyan, amikor úgymond gödörbe kerültünk, és a végén megint sikerült hozni olyan mérkőzéseket, amellyel azért a kieséstől már pontszámba eltávolodtunk. Nagyon nehéz megítélni azt, amikor mondjuk, hogy a gyenge csapatok ellen, vagy a vetélytársak ellen szerepeltünk rosszul, hiszen ez nem teljesen így van, hiszen akik mögöttünk vannak, a 4-ből 3 csapatot is legyőztünk, illetve én nagyon büszke vagyok arra, hogy mind a Vasas, MTK, Szombathelyi Haladás, Budafok ellen remek eredményeket értünk el. Itt inkább olyan mérkőzések hiányoznak, mint például a Szolnok elleni idegenbeli találkozó, vagy éppen a hazai pályán elszenvedett akár a Budaörs, vagy Békés Csaba találkozóra gondolok. Egyet még mindenképpen meg kell említeni, ez majd úgy is gondolom itt a kérdések során fel fog merülni. Itt nagyon sokszor elhangzik az, hogy a bajnok csapat. Tehát itt hozni kellett egy döntést, ezek a döntések vagy érzelmi döntések, vagy racionális döntések. Nagyon sok esetben, tehát itt a döntés végül is az volt, hogy érzelmi alapon induljunk el. Tehát, hogyha bárki megnézi, hogy kik játszottak a csapatba, kik kaptak lehetőséget, az volt a cél, hogy akik kiharcolták a feljutást, azokkal próbáljunk meg nagyon jó eredményeket elérni. Aztán azért azt lehetett látni, hogy nem mindenki tudja azt a szintet megütni, ami ehhez az osztályhoz kell, és akkor próbáltunk lépni bizonyos dolgokba,
illetve hát volt, amiről akkor már nyáron is, vagy igen, a legutóbbi ankéton is beszéltünk, hogy a fiatal szabály eleve meghatározta azt, hogy ugyanaz a csapat nem játszhatott. Ráadásul, hogyha már ennyire belementem, akkor el kell mondani, hogy abból a csapatból 3-4 olyan játékos van jelenleg is, akik abszolút nem tudnak játszani jelenleg, mert sérülések miatt nem alkalmasak játékra. Tehát ott még csak azt sem merem mondani, hogy ez egy-két hónapon belül változik. Illetve volt, ahogy az elnök úr is említette, itt a Kovács Gergőnek az esete, aki sérülés miatt, amióta én visszajöttem, tehát már előtte is sérült volt, 4-5-nél többet, annak ellenére, hogy szeretett volna, nem tudott edzeni. Másik, hogyha belemelegettem, akkor úgyis kérdés lesz ez, fölmerült, hogy itt a Bálkai Gergőnek az esete, aki egy nagyon szép pályafutást könyvelhet el itt Ajkán, és csak azért, hogy mindenki tisztán lásson, hogy nem kell szenzációt keresni, amikor én visszajöttem, leültem vele és megbeszéltem azt, hogy ha ugyanott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk, amikor én távoztam a Vasashoz, akkor ez a dolog még hosszú távú lehet. Aki ismer, tudja, hogy nálam akkor nem számít, a teljesítmény a lényeg, illetve a fizikális mutató ezzel együtt. Sajnos nagyon rosszul kezdtünk, tehát magyarul nem működött úgy, ahogy szerettük volna, ezért kellett váltani. Amit átérve itt a következő dologra, mi a felkészülésünket illeti, úgy gondolom, hogy nagyon jó sikerült, de ezt mindenki el szokta ilyenkor mondani, viszont az egyértelmű, hogy jóval előrébb tartunk, mint fél évvel ezelőtt. Teljesen más ritmusban tudunk játszani, teljesen más felfogásban játszunk, és bízom benne, hogy az eredmények majd ezt meg is fogják mutatni. Játszottunk 4 előkészületi mérkőzést, 3 mérkőzésen győzelmet szereztünk. Hozzáteszem, hogy itt mindig óvatosan kell kezelni az eredményeket, pró és kontra. Itt alacsonyabb osztályú csapatokkal játszottunk, NB3-asokkal, de nyáron még velük is meggyűlt a bajunk. Most azonban azt mondhatom, bár előkészületi mérkőzésekről van szó, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért olyan nagy gondot most ezek a csapatok nem okoztak. Egy nagyon jó mérkőzést játszottunk Mezőkövesden, ami bizakodással töltheti el a játékosokat is, illetve a szakmai vezetést is, hiszen tele NB1-es játékosokkal, de nem periférián, attól függetlenül, hogy most jelenleg nem ők a Mezőkövesd kezdő játékosai, de nem perifériára szorultak, hiszen ősszel ebből a csapatból 6-7 kezdő volt, és egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, nagyon jó körülmények között, ami nagyban segítette azt, hogy egyrészt az önbizalom nőjön, másrészt pedig tényleg azt, hogy jó úton járjunk. Persze, ahogy mondtam, majd hétvégén már osszák a bizonyítványt, tehát az lesz az igazi mérvadó. A változásokról annyit, hogy hát azért többen távoztak a klubtól, illetve itt akik bemutatkoztak, az elnök úr bemutatta őket, ők érkeztek. Ezt itt el kell mondani az igazolásoknál, hogy tudatosan igazoltunk posztra, és olyan játékosok kerültek ide, akiket mi néztünk ki, nem pedig akik bejelentkeztek. A kettő közt hatalmas különbség van, tehát innentől kezdve a felelősség az az enyém, hiszen azok a játékosok, akiket én kértem, idejöttek. A távozókról még annyi, vagy róluk annyit, hogy volt, aki saját magától azt kérte, hogy engedjük el, vagy a vezetőség engedje el, illetve itt az utolsó pillanatokban Olá Laci, aki biztos, hogy téma lesz, ő jelezte, hogy szeretne hazatérni. Én tegnap nagyon sokat beszélgettem vele, nem lebeszélni, hanem bejött megköszönni a közös munkát, és azt tudni kell, hogy ezért rengeteg kritikát kaptam, azt tudni kell, hogy a Laci az én kérésemre került ide, és én nagyon bíztam benne, hogy NB2-be is ott tudja folytatni, ahol NB3-ba. Azt, hogy most ez miért nem alakult így, mert annyira nem mennék bele, mert ő nincs itt, tehát ez úgy annyira nem fair, viszont úgy gondolom, hogy a támadó játékunkat az minősítő, hogy tudtunk 31 gólt rúgni, tehát lehet vitatkozni 2-3 támadó, 1 támadó,
ezen el lehet vitatkozni, viszont a talán négy csapat rúgott több volt nálunk, úgyhogy azt gondolom, hogy erre azért nagy panasz nem lehetett. Azt látni kell, hogy minden csapat nagyon megerősödött, senki nem akar kiesni, mert az egy óriási törést jelenthet a klub, illetve ott az egész egyesület, vagy a környékbeli futball számára. Így rendkívül kiélezett csatákra számítok, illetve arra, hogy élethalál harcot fog vívni a mezőny első fele, inkább első harmada a feljutásért, illetve a kiesés elkerüléséért pedig a második fele. Ott inkább úgy gondolom, hogy még nagyon sokan beszállhatnak a ringbe, idézőjelbe, biztos sokan elkerülnék, mi is szeretnénk, hogyha nem erről szólna a tavaszunk, hogy itt a kiesés ellen menekülünk, nem szeretnénk egy kicsit előrelépni, szeretnénk olyan játékkal kirukkolni, ami úgy gondolom, hogy például itt a szombathelyi vendégjáték az számomra is mindig emlékezetes marad, hogy ott mind a szurkolók, mind a játékosok, mindenki nagy örömmel érték ezt meg. Úgyhogy én egyelőre ennyit szerettem volna, természetesen úgy, mint mindig, minden kérdésre nagyon szívesen válaszolok, egyet se fogok megkerülni, ezt ígérem. Köszönöm szépen. Én is köszöntök mindenkit. Először szeretném elmondani azt, hogy az MB2-es bajnokság színvonala véleményem szerint minőséget képvisel. Tehát amikor vannak olyan csapatok, hogy sokszoros válogatott labdarúgókat, első osztályt megjárt labdarúgókat, akik akár több száz mérkőzést bejátszottak, ott hagytak a hátuk mögött, tehát rutinos labdarúgókat tudnak igazolni, ez mutatja az osztálynak a minőségét, és csak azért szeretem volna kitérni, hogy itt a jelenlegi helyzetünkben a 15. helyezést is érdemes megbecsülni, de én személy szerint, illetve a csapatban mindenkin azt érzem, hogy elégedetlenek ezzel, és többet szeretnének. Tehát mindenki többet szeretne ebből kihozni. Csak azért mondom, hogy mielőtt ugye ide kerültem, első osztályba ugye akár a dobogóért kellett küzdeni, stb. Tehát én semmit nem veszítettem személy szerint ebből a motivációból, és ezt szeretném átragasztani mindenkinek akár az attitűdjére, a mentalitására, mert én azt gondolom, hogy így csak az fog eredményt elérni, és azok lesznek a sikeres csapatok, akik nagyon akarják ezt a sikert, és én azt gondolom, hogy elindultunk egy olyan úton, amit, hogyha így szépen lépcsőfokonként haladva tudunk teljesíteni, akkor nagyon szép jövő elé nézhetünk. Tehát ebből rátérnék arra, hogy a játékosok ugye valóban beálltak ebbe a sorba, tehát itt a különböző változtatások, akik esetleg elkerültek, illetve az új igazolások is ugye úgy jöttek létre, hogy ezek megvalósulhassanak. Köszönöm szépen Tibinek. Azt gondolom, hogy a mi részünkről elmondtunk minden olyan dolgot, amit fontosnak gondolunk, és vannak gondolom olyan megválaszolatlan kérdések még, ami most kérnék, hogy tegyetek fel, Kálmán parancs. Jó, a sérült játékosainkról pár szólt, ugye igen. Sérülés szemlettek. Igen, jelen pillanatban négy sérült játékosunk van. A Csemer Gyula, aki egy speciális kezelést kapott, ővele úgy számolunk, hogy talán egy pár napon belül tud csatlakozni hozzánk, és fokozatosan rehabilitációját elkezdve vissza tud illeszkedni a csapatba. De ez egy viszonylag új eljárás, amivel az ő térdét kezelték, most még nem tudunk, biztatóak a jelek, reméljük, hogy ő március végén tud már teljes értékkel csatlakozni a csapathoz. Kövessi Ani a másik, akinek műtötték a lábát, ott nem kertelek, szerintem ott ez a fél éves teljesen rámegy az ő rehabilitációjára. Nagyon szeretne hamar visszajönni, de majd mindjárt el is mondok még valamit, hogy nagyon nehéz ez a sérülés kérdés az MB2-től. Tehát amikor egy MB2-es csapatban megsérül egy játékos és kiesik egy fél évre, és oda beépítenek egy másik, tehát összeáll egy csapat, tehát hogy felhozó mérkőzések nélkül, felhozó mérkőzések hiánya nélkül
iszentős nehéz visszakerülni, de hát most ez a piac, ugye nekünk nem nagyon engedték, hogy második csapatot indítsunk, volt erre kérésünk, hogy legalább pont az ilyen szituációkra, hogy egy alacsonyabb osztályban mondjuk megye egybe tudjuk elindítani egy második csapatot fiatalokkal, illetve azokkal a sérülésből visszajövő játékosokkal, hogy egy picit tudjanak visszajönni a futball világába. Ez nem ment, úgyhogy nekünk itt kell visszahozni őket. János övezze ezzel. Balázs visszatért a rehabilitációból, elkezdte az edzéseket, klasszul, sajnos az első egymás, azt hiszem egymás elleni játékon újra megsérült, és ott kiderült, hogy egy ciszta van a lábában hátul, amit most kezelni kell, de ez nem tart hosszan, tehát várhatóan ő pár napon belül azért vissza fog tudni kapcsolódni a munkába, illetve Görgényi Dávidot ott megműtötték, valószínűleg neki is ez a fél év, ez rá fog menni erre a rehabilitációra, és rájuk majd csak a nyártól számíthatott. Ők vannak, illetve kisebb sérülésre bajlottak, de ma már edzettek a Lakatos, illetve a Sztoja, de ők tényleg csak ilyen átmeneti sérüléssel bajlottak. Erre egyébként azt gondolom, hogy ahogy Tibi is említette, fel kell készülni, tehát hogy ez egy nagyon komoly, kemény bajnokság, és itt sajnos tényleg azért vannak olyan keretek, amilyenek vannak, tehát létszámban, mert pont ezzel kell számolni. Tehát most jelen pillanatban azt gondolom, hogy pont 18 mezőnyjátékosunk van, vagy 19 mezőnyjátékosunk van, meg ugye van a négy sérültünk, tehát így van a 22 mező, meg a két kapus, de hát ez egy ilyen dolog, ezzel számolni kell. Úgyhogy ennyi. Nekem ez a kérdés, ha most szeretném megkérdezni, hogy a most egy meccs nagyon messzi van. És van-e lehetőség arra, hogy tévén meg lehetne nézni majd a meccset, mert ugye egy oda elmenni nem nehéz. Hogyan tudnánk a szélőben nézni valamilyen módon? Hát erre sajnos nem tudok válaszolni. Úgy tudnák, hogy a Zoliék elmennek és közvetítik, de ők, nekik is ez messze van az a Zoliék. Hogy? Hol lesz? Putnokon lesz ez, hogy település ott Kazincbercika. Én mindent el szoktam vállalni, az Zoli szokott nyílni. Igen, tehát hogy sajnos ez ilyen. Az egy nagyon jó dolog egyébként, és ezt is szeretném, és köszönöm is a Zoliéknek ezt. Ez egy későbbiekben nekem ezzel nagyon komoly terveim is vannak a magával az élő közvetítésekkel, hogy ezeket tudjuk csinálni mondjuk a Duna vonaláig, meg néhány ahhoz közelsőhez, de sajnos ezek a Nyíregyháza, Barcika, Békés Csaba, tehát ezek olyan messze vannak, hogy ez nagyon nehéz mind a szurkolói buszt megoldani, mind pedig az ottani élő közvetítést. Nem tudok erre válaszolni, még akkor majd ezt a kollégám azt már megnéző, hogy közvetíti-e a Barcika, de azt hiszem ő nem szokta közvetíteni, ebben nem vagyok biztos. Igen, az meg a másik probléma, bocsáss meg, hogy ugye ezek jogdíjasak most ezek a mérkőzések, tehát nekünk minden közvetítés előtt meg kell kérnünk az engedélyt az MTV-t. Hát nem olyan egyszerű a történet, hogy kitaláljuk szombaton, hogy holnap elmegyünk, hanem ezt előre egyeztetjük. Én úgy szoktam, hogy igen. Igen, gondolom. Hát tervezzük, hogy megcsináljuk fizetősre, és majd akkor az összefejseljük. Ezt szerettem volna elkerülni, hogy feljöjjön, de... Igen, tudom, hogy van is, én ennek örülök is, hogy van erre igény, mert azt gondolom, hogy most alakul egy ilyen stratégiai terv az én fejembe, amiben ez nagyon fontos szerepet játszik. Ezt látom, hogy a jövő ebbe az irányba megy, meglátjuk, hogy fogunk tudni. Most Barcikáról valószínűleg nem fogunk tudni élőbe közvetíteni. Ugye a másik probléma, bocs, még az, hogy nagyon sok olyan helyen voltunk, ahol igazából nehéz is megoldani azt, hogy közvetíteni lehessen. Tehát olyankor látjuk, amikor elmegyünk egy vidéki meccsre, hogy micsoda brutális az ajkai infrastruktúra a többi csapathoz képest. Ezt mondjuk belemutattak volna a kamerába, ugye? Nem. Maga az, hogy brutális, az többféleképpen értelmezhető, reméljük a pozitív. Volt, hogy tyúklépcsővel kellett fölvenni a sajtóba. Igen, hát valami. Mindenhol megoldják ezt. Valahol így, valahol úgy.
de én annak örülök, hogy egyáltalán erről már tudunk beszélni, tehát hogy van online közvetítésű, lesz trukkolói buszunk továbbra is, tehát a Duna vonaláig lesz szurkolói busz, a Duna-Tisza közére vagy a Tiszán túlra, ott majd még meglátjuk, hogy milyen lesz a dolog, de szeretném, ez is egy egyedi dolog egyébként. Tehát ez se olyan jellemző ma Magyarországon, hogy a klubok erre ilyen szempontból figyelnének és áldozanak, de én azt gondolom, hogy ez meg pontosan annak a identitásnak a kialakításához kell, amiért mi dolgozunk hétről hétre. Ez az egész nem ér semmit szurkolók nélkül. Tudom, néha nekem is olyan, hogy néha jobb lett volna egy-két meccset lejátszani a szurkolók nélkül, amit közben, előtte, utána két nappal, tehát persze, az ember jobban adott volna, hogyha volt úgy, hogy ő csak itt állt az elkén, aztán csak ugyanúgy nézett, mint a boxbíró néha ebbe a dologban, én tudom, de azért ez mégiscsak azért van, ez egy szórakoztatóipar. Ebbe tényleg az volna az igazi, és én ezt hogyha, ha nézik, akkor igenis, hogy az van az igazi, ha 1000, 2000, 3000 ember jön neki, és visszatérnénk arra a dologra, mert jó mérkőzéseket lehet látni. Tehát nagyon jó színvonalú mérkőzések vannak, volt úgy, inkább így mondom, hogy nem mi jöttünk le győztesen a pályáról. De volt egy mérkőzés, amikor a 3 pontot nem mi kaptunk, de úgy érzem, hogy győztesen is le tudtunk jönni a pályáról, mert úgy küzdöttünk, és ezt értékelte is a különbség. Volt olyan is, amikor meg úgy jöttünk le, hogy azon nem volt mit értékelni, tudom. Mert ez ilyen, ugye, hogy ez ilyen hepe-hupás dolog, de azért abban bízunk, hogy két hepe nem jöhet egy más után. Ez mindig ilyen. Van hosszú hepe, meg hosszú hupa, de kettő egymás után. Nem. Ez itt van. Feli, bocsánat. Én a mestertől kérdeznék, hogy elmítetted, hogy sok aránynak képest sok volt tudtunk, viszont ahhoz képest elég sokat is kaptunk. És most, hogy tulajdonképpen a teljes tavalyi védelem kicserélő, hol sérülések, hol valaki elment a bajta, különféle okok miatt, hogy ítéled meg, hogy a mostani védelmünk az stabilabb lesz, persze mindig akkor jön elő a dolog, amikor már élesbe kell küzdeni, de az előkészületi meccseken én azt láttam, hogy azok az NB3-as csapatok, akik tavaly megvertek minket, meg vagy döntetlen játszottunk velünket, volt, kaptunk dolgok, most például nem kaptunk az alacsonyabb osztályú csapatokból. Szemmel láthatólag itt legalábbis úgy tűnik, mintha ez a védelem kicsit stabilabb lenne, mert azért itt még van mit javítani, amit gondolom. Erről, hogyha mondanáljuk. Igen, tehát az elvitathatatlan, hogy rengeteg gólt kaptunk. Én bevallom őszintén, hogy én egy pályafutásom során ilyennel még nem tapasztaltam. Tehát mondhatom úgy, hogy aktuális csapatom még soha nem kapott ennyi gólt. És én inkább úgy fejezném ki, hogy az együttes védekezésünk volt gyenge. Tehát ezt ki kell mondani. Nem a védelmünk volt gyenge, hanem az együttes védekezésünk. Tehát mindenkinek ki kell venni a részét a védekezésből, és bizony ez nem azért, mert nem akarták a játékosok, hanem nem úgy működött, ahogy szerettük volna. Egy tény, hogy most jóval masszívabbnak tűnik, így ebbe a összetételbe, belevéve azt is, hogy még azért vannak posztokért, tehát van még verseny a posztokért, de én bízom benne, hogy abból biztos vagyok, hogy még egyszer ennyi volt nem fogunk kapni. Tehát jobban fogunk védekezni. Továbbra is azt mondom, hogy akik jöttek, azok erősítést jelentenek, masszívabbak leszünk ebben a részben, de hozzáteszem, hogy ez az egész csapatra vonatkozik, csak akkor lehetünk masszívabbak, ha az egész csapat védekezése úgy együtt. De jó volt a kérdés. Nyilván előbb azért nem beszéltem erről, mert az egy más téma volt. De ez igazság. Igen, Zsolt. Azt szeretném megkérdezni, két kérdésem van, hogy a lapatos gyerek az többet fog-e játszani, vagy nem, mert ugye elég keveset játszott, szinte mindig sérült volt. Másik meg azt szeretném megkérdezni, hogy a Horváth Peti az úgy fog hátul játszani, vagy ugyanúgy elő lesz rá számítva? A lakatosról annyit, hogy nagyon sokszor sérült, és ez azért is egy kicsit meglepő számunkra, mert addig nem az jellemezte. Ugyanakkor sem ő nem tehet róla,
sem a szakmai stáb. Igazából már egy olyan sérülés szenvedett, hogy azt láthatták, akik kim voltak edzőmérkőzésen, hogy ez egy klasszikus mérkőzésbeli sérülés, mivel nagyon sokat kihagyott, és utána ő túl gyorsan akart visszatérni, meg győződésem szerint, emiatt egy újabb sérülést szenvedett. Most viszont bár hagyott ki, még legutóbb nem tudtam szerepeltetni, van lemaradása, viszont ma is már edzett, meg a munka nagy részét most el tudta végezni. Tehát bízom benne, mert egy nagyon tehetséges játékosról van szó, bízom benne, hogy jóval több szerepet tudunk neki adni, és amit itt kérdeztél, tehát egyértelmű azért nem játszott, mert sérült volt. És akkor a másik az? Igen, ő is mindig egy úgymond kritikus pont, mert nagyon szeretik a szurkolók. Itt én tisztáztam is vele, több poszton is bevethető, nagyon sokszor előny a klub számára is, vagy az én számomra is. Ugyanakkor a játékosnak, hogyha egy poszton be tud úgy kerülni, az jóval előnyösebb, mint hogyha több poszton játszhat, de ugyanakkor nem él az előny. Tehát jelenleg küzd a csapatba kerülésért, eddigi előkészületi mérkőzéseken, ugye a Nagybarnával fölváltva kezdtek, tehát ott verseny van. Jelenlegi helyzetünkben inkább ott számítok rá, mint föntebb, meg úgy gondolom, hogy most az erősítések kapcsán meg vagyunk. Tehát ez nem zárja ki, hogy ő is szerepet kapjon ott. Még egy kérdésem lenne, hazai pályán esetleg többször fel kell vállalni, azt persze ellenfél függő, hogy két csatára tudnánk játszani, mert sokszor olyan magányos harcot vív elő a Krisztián. Gondolom most a Balázs ebben tud majd segíteni, mert azért ő is egy elég olyan robusztus alkat, hogy tudja segíteni a támadásokat, meg lehetünk foglalni egy-egy védőt, és akkor a Krisztián, vagy éppen a Krisztián foglal, és akkor a Balázs tud érvényesülni elő. Hogy tudunk-e néha nem egy csatára felállni, mert sokszor hatékonyabb lett volna szerintünk. Azért is utáltam erre, mert ezt a kérdést, vagy mondhatom úgy kritikát nagyon sokszor megkaptam. Persze mondom, ilyen ellenfélfülön, nem mindig lehet kimenni, hogy nincs is akkor azt neki mondtam. Nem, nincs semmi baj, meg erre azért is tértem ki, mert ez úgyis mindenkibe fölmerül, van, aki felteszi ezt a kérdést, van, aki nem teszi fel, de mindenki foglalkozott vele, ezt tudom, és ezzel semmi baj nincs, ez így van rendjén. Amit el kell, hogy mondjak, hogy a Balást ezért is igazoltuk, hogy egyrészt több lehetőség legyen, több verziót is fel tudjunk vonultatni, hát itt a két támadóstól, de még van egy kicsit bátrabb játék is, amit majd fogunk alkalmazni. Egyelőre úgy gondolom, hogy ez jó működik, tehát itt a két támadós játék. Ugyanakkor én szeretném azt elmondani, hogy mi az ősz folyamán nem játszottunk egyetlen egyszer sem egy támadóval, ami viszont az is tény, hogy ezen mindig látszott kívülről. Nem a támadó létszáma adja meg azt, hogy mennyire támadó egy csapat, hanem az adja meg, hogy milyen tartalommal tölti meg. Hát többször nem tudtuk megtölteni, mert alapból most mondhatom, hogy 4-5-1, ez rosszul hangzik. Mondhatom, hogy 4-3-3, tehát ennek úgy kellett volna működni, ami nem mindig működött, ez bevallom, és ez rám nézve kritika. Tehát hogy a 4-3-3, akkor ez nagyon jó hangzik, 3 támadó, a másik része pedig az, hogy 4-5-1, ez már nem hangzik jó, azt már nem nagyon szeretik a szurkolók, mert akkor ott 9-en, ahogy szokták mondani, betolják a buszt, azért ami ránk annyira nem volt jellemző, és én továbbra is azt tudom mondani, és itt a Krisztiánnak a dolgát is, hogy azért ezt ne felejtsük el, hogyha ez annyira rossz lett volna ez a megoldás, azért akkor nem járna 10 gólnál, tehát azért nem mindig volt ez rossz, és több olyan mérkőzést is tudtunk járni, amit ezzel nyertünk. És itt szeretném elmondani, hogy azt mondtam, hogy mindenre fogok válaszolni, meg nagyon őszintén, hogy ugyanez volt a probléma annak ellenére, hogy én a Lacit is nagyon jó futballistának tartom, Olá Laci. Viszont ugyanaz volt a probléma, ami nagyon sok csapatnál, hogy ugyanaz a típus, mind a két játékos. Tehát egy kicsit, hogyha két ilyet rak föl az ember oda a támadó zónába, akkor egy kicsit kioltják egymást. Tehát ugyanolyan típusúak, ugyanúgy játszák azt, hogy beindulnak, visszalépnek, ugyanakkor mind a ketten technikailag akarják megoldani, vagy technikából rossz szakmai kifejezéssel, most pedig amellett, hogy azért Balázs se kell félteni abban, hogy ő egy technikás, pengés játékos,
ugyanakkor egy picit másabb, tehát föl lehet majd ívelni a labdákat, lehet majd kihasználni egyrészt a fizikai erejét, amellett a pozitívumok mellett, hogy azért nem véletlenül játszott ott, ahol eddig játszott. Úgyhogy ez is egy előrelépés, és erre gondoltam akkor, amikor mondtam azt, hogy tehát tudatosan igazoltunk, és most nem csak az amiatt, mert rengeteg kritika volt, hanem számomra is óriási előny lesz, hogy lehet válogatni a között, hogy most mit játszunk. De a kérdés jó volt, meg én is ki akartam erre térni, mert ez mindig téma. Tehát ez... Bár én ebben a hadlásokban itt, hogy azért én egy pont a Tiszakécs kerületi utolsó mérkőzésen azért pont amikor két támadó állt, akkor majdnem behaltam itt a gyerekeim, mert akkor meg a középpályán került ki, aztán ránk jöttek úgy, hogy betoltak bennünk a kapulit, tehát valóban így van ez a kérdés. Nehéz így, de azért én most már én is láttam biztató gyereket. Egészen más. Nem is arra beszélt, hogy most. De nem is arra láttam. Az jó. Parancsolat. Ugye, ilyen hosszúan két még nem mondtad már, hogy a lábunknak is kell mondani, és parancsolj. Na, én azt szeretném mondani, hogy az elnök úrral egyetértek, hogy tisztítettük a csapatra. Igaz, hogy egy tavaly bajnokságot nyertünk, és azt hittük, hogy itt is meg fogjuk nyerni a bajnokságot, ebből azt is reménykedtünk be, és tényleg voltak szép eredmények, vasos háttérre, de voltak olyan meccsek, hazai meccsek, amit itt a Zsolt is említett, hogy hát tulajdonképpen úgy tűnt, hogy egy csatára játszunk. Hát még nem is lett volna szerintem baj, hanem én olyan dolgokat láttam, hogy az az egy csatár is a tisztán volt, egy szöglet, egy szabadulás, így próbálkozott a kizartosokat. Senki nem volt át. Nem lehetett egy kontrát csinálni, mert senki nem volt át. Most itt egy mindenki hátra. Ha egy ember előtt maradt, akkor ez két védőnek ott kell lenni. Igaz? Mert nem egy védő van. Akkor már csak 8 ember van. Ha kettő van, az minimum 3 ember védelmet kell. Akkor, amit még szakmai hibát láttam én. Azt mondom, hogy be voltunk szorítva, előre a labdát, a Krisztián futott egyedül, mire 50 métert le, sprintet nem maradt eleje neki. Ha felért valaki, akkor nagyon jó volt. De a védelmünknek szép, kényelmesen sétálgatott, és akkor itt a szurkolók mondták, menjetek fel, menjetek. Nem lehet ilyet csinálni. Ugye a Tibornak, meg Zsoltan, középen. Igenis, felvált egyik-egyik emberek, én szerintem megkerül. Karcsi jobban ért hozzá, de az, hogy ott a 4 ember és zsinórba elpihengel, ezt nem végezett benne, melyet nem szerint. Kérlek szépen, úgy lehet pihenni, hogy egyszer egyik meg fősz, másik meg. Nem tudom, hogy Karcsi mit szól lehet, én ilyen hiányosokat látom, nem értünk el a szezépályát. Visszatérve a horvátra, én mindenki nagyon jó futballistának tartja, de a horvátok a lövéseit, meg a készsége, azért én szerintem előtt kellett kamatoztatni. Tehát általában nem akarok megsérteni a védőket, de be kell mindenki tudni játszani. Ugye, aki nem jön elő, az ugye által egy jó percnek, hogy bal perc. Én ezt szakmainak én így gondolom, függetlenül attól, hogy egyébként említettem, hogy nagyon szép eredményeket értünk el, de volt egyébként olyan necs, ami én szerintem taktikai hiba volt, de hát biztos, hogy mit élettünk. Jelen pillanatban nem állok kiesésre, hát ez is egy szép eredmény. És azt szeretném, hogy a kérdés is ez volt. Fogunk ilyet látni? Már melyik részét? Hát egy az, hogy nem jön vissza a védő, hanem fönt marad, hanem is egy védekezés, a fönt marad. Hát nem tud eljönni, hogy itt tartunk 20 méter, itt volt az ellenfél, itt voltunk 11-en a kapunk meg. Hát az egyik dolog. A másik pedig az, hogy igenis a védőknek, hát ugye a szélső védők adott, ugye a szélső próbálni kell, de tezést is be kell nyitni. Fölvált. Hát nem fáradt a tezést, már így jól a kérdező vagy. Jó, hát alapból kezdeni, mint az utolsóval, a szélsővédők szerepe. A szélsővédők körülbelül annyiba kerülnek a piacon, mint a támadók. Ez azért van, mert a játékot felállt védelem ellen elkezdeni, ma már nem ugyanazt jelenti.
én is játszottam szélső védőt, akkor is azt mondták, hogy ilyen védőket, most nem csak rám, minden bokorba lehet találni. Tehát régen ez volt a szlogen, viszont ez ma már nem igaz. Tehát onnan kell szervezni a játékot, legtöbbször ők vannak szabadon, onnan kell elkezdeni azt a kombinatív játékot, amit hogyha azon a poszton olyanokat szerepeltet az ember, akik ezt nem oldják meg, akkor elveszett a támadás lehetősége, főleg a felállt védelmek, a rendezetlen védelmek ellen. A másik az, hogy mennyire értünk fel a Krisztián mellé, vagy mennyire nem, azért én azt mondom, hogy lehet, hogy mi vagyunk az a csapat, amelyik a legtöbb kontra gólt szerezte, hát nagyon sok gólt rúgtunk kontra játékból. Nyilván ez abból is adódik, mert aki visszaáll végig, az majd kontrázni fog, ebből is adódik, viszont abból is, hogy mi azért ezeket a támadásokat egyrészt rengeteget gyakoroljuk, másrészt pedig ebből azért voltunk hatékonyak, gondolok csak az MTK mérkőzésre, vagy nagyon sokszor vezettük kapusra a labdákat, tehát azért ez nem csak úgy nézett, hogy a Krisztián egyedül. A másik része, hogy azt osztom, hogy a csapatnak nem csak hátrafelé, hanem előrefelé is együtt kell mozogni, tehát erre is most nagy hangsúlyt fektettünk a téli felkészülés során, hiszen nagyon sokszor játszottunk letámadást, ami azért az ősszel nem jellemezte a csapatot, de ennek azért voltak olyan hátráltató tényezők is, tehát voltak olyan hátráltató tényezők, hogy majdnem mindenki úgy érkezett, hogy előtte nem játszott MB2-ben. És ilyenkor nagyon nehéz ám egy olyan ritmust felvenni, amiben az ember letámad, többször ott hagyja a védelmet, rendezetlen védelem alapul ki mi nálunk, és akkor ezt le tudják kontrázni. Tehát ilyen szempontból ez egy nehéz kérdés. A szögleteken az egész szakma, hogy mennyi ember jöjjön át, az egész szakma megosztott. Tehát lehet nézni, van olyan csapat, amelyik felvállalja, hogy heten védik a szögletet, ott hagynak elő embereket, de azok is inkább a kipattanón, mint elő. A másik, hogy az ellenfél 90% akkor is két védőt hagy hátul, hogyha nem megy föl senki, tőlünk. Még egy dolog, hogy itt belementünk a matematikába, ezek annyira nem erősségem, de azt tudom mondani, hogy ha van egy felállás, tehát vannak, akik területet védenek, vannak, akik embert fognak szögleteknél. Hogyha minden területet úgy, hogy ahogy azért a csapatok nagy része levédi, le akarjuk, akkor mindenkinek hátra kell jönni, mert egy rövid kapufás, egy rövid kifejelő, minimum 5 fejelő mindig érkezik, jönnek a kipattanóra, tehát csináltuk mi is, több csapatomnál, hogy egy ember mindig elől maradt, vagy volt, hogy kettő is, attól függ, milyen az ellenfél stílusa, milyen csapatról van szó. Viszont azt is elmondom, van egy érdekesség, és ezt nálam okosabb emberek találták ki, vagy számolták inkább ki, hogy a két kipattanón lévő játékos, ami nagyon sok esetben, tehát kétféleképpen lehet ezeket elosztani, akkor már belemegyek ebbe. Tehát egyik az, hogy olyan kipattanós játékosokat teszünk, akik, hogyha oda kipattan a labda, azok azonnal meg tudnak indulni. És ez azért furcsa, hogyha két olyan játékos van, ezt én magam segítem sokáig, de ezt bebizonyították, sokszor több gólt rúgnak, mert onnan tudnak megindulni, és teljesen rendezetlen védelemben. Ha én egy embert fönnhagyok, arra rááll egy, plusz egybe áll mögé. Azt az egyet szinte meg se lehet játszani, csak úgy, ha visszafelé indul el, hiába ők kell. Igen, de akkor mindjárt a kimenet, és ott vegye a két játékos. De azokkal mit csinálnak? A kettő. Ha ők kimegy oldal. Indítanak, és én tudom, hogy jobbra vagy balra indulnak, mire a két védő észbe kapál, én kapom a labdát. De azok kimennek vele, tehát most mindegy, nem menjünk ebbe vele. Jó, nem mennek ki. Nem menjünk a szakbaira. Jó, tehát érde a kérdés. Lehet, semmi baj nincs, tehát most nincs ezzel gond. Viszont azt én is osztom, hogy jóval szervezettebben kell játszani. Tehát több esetben volt olyan, hogy ilyen adhokra sikerült a letámadásunk fönn, tehát két-három ember kezdte el, és valóban nem követtük úgy le hátulról, hogy ez le kell, együttes csapatmozgás, ennek azért idő kell, főleg úgy, hogy mindig volt kieső játékosunk. Erről én direkt nem beszéltem meg, aki megnézi a nyilatkozataimat, én szinte soha nem említem a sérült játékosokat, nem úgy, hogy nem sérültek, hanem úgy nem említem, hogy én arra panaszkodnék, vagy arra fognék bármit. De most azt hiszem, itt egymás között vagyunk, mindenki a FC Alkályi akar tenni. Azért most elmerem mondani, hogy 12 olyan eset volt, amikor sima megfázásból
vagy hát most sima megfázás, vagy vírusos valami miatt 12 olyan eset volt, hogy valaki nem tudott játszani hétvégén. Ott úgy, hogy 2 és 3 is, de inkább még az volt a szerencs, hogy nem egyszerre. Ez rettentően nagy szám, valami sajnos úgy jött össze, ez ő senki nem tehet, jártunk orvosokhoz, mindenhova, én erről nem beszéltem, de ez nyilván visszaveti a csapatot. A sérülésekről szintén nem is nagyon szeretek én beszélni, de azok is hát, nem volt ilyen szempontból szerencsés. Hát, pont olyanok estek ki, a Köles is akkor esett ki, amikor nagyon jól játszott, a Csemer is akkor, ő felvette az MB2 ritmusát, erre ő is kiesett, tehát voltak itt azért gondok, csak az ember nem, én azért nem mondom, mert nem akarom erre semmit fogni, mert többiek is itt vannak, Kovács Nikolasz nagyszerűen épült be, tehát csak idő kell. Tehát ez idő kell, hogy egy játékos, aki nem sokat játszott MB2-be, hiába jön a Kispest Honvédtól, és ott már játszott Európa Ligát, új közegbe beilleszkedni. Én még azt mondom, hogy nagyon is jó teljesítettek, de ez mindig egy szakmai kihívás, hogy ilyen esetekben minél gyorsabban hogy lehet megoldani az ő beépítésüket, és pótolni ezeket a sérült játékosokat. Nem tudom, kihagytam-e valamit, vagy? A belső védőknek a felszabadása. Igen, hát... Felváltva a középpályásokat. Már ugye középpályásokat a legtöbben. De Erdinek. Nem, igen, ez igaz. Tehát ő... Jó, erre vagyok kíváncsi. Látok olyan, hogy beindul egyszer egy támadásnál valahogy. Igazából azért erre voltak példák. Most a beindulásnak is van két fajtája, egyik, hogy végigmegy, és akkor úgy próbál besegíteni, vagy az, hogy ő viszi fel a labdát. A első védőknél én inkább ezt a másodikat tartom jónak, hogyha föllépnek bátran, vagy főleg ha van terület előttük, inkább itt nem is a szándékkal volt probléma. Most a Efi játszott nálam a Paksba is, ott igaz, hogy jobboldali védőt, arra alakult a játékunk, hogy sokszor középre behúzódott és onnan besegített, és ezzel létszámfölényt alakítottunk ki a középpályán, vagy a szélén nyargalászott, hogy így mondja. És én most is úgy gondolom, hogy ezt meg fogják oldani, és ez a kérdés jó volt, hogy be fognak lépni a játékba, odáig szabad talán elmenni, mert ha be tudnak lépni, úgyhogy van terület, amit nyilván az előttük lévőknek a mozgásukkal meg kell teremteni, akkor egy belső védő, mondjuk annyival van előnyben egy szélső védőtől, hogy nincs ott az oldalon. Tehát két felé tudja folytatni a játékot, a szélső védő az csak egy felé, mert a vonal felé nem folytatja. Jó így? Jó. Én tavaly mondtam neked, hogy pedig legjobb edzőnek tartalak. Nincs, de nincs semmi probléma, mielőtt félreértés. És tudom, hogy szakmailag nagyobb otthon vagy, meg szép eredményeik vannak, és ugye mindig karikaiak azért elvettünk egy mérkőzést, akkor azt, hogy veszítsük el Argorra, mint egyel, de ugye ezt nem lehet előre tudni, mert nem lehet tudni. Majd a kommenteket megmutatom, hogy melyik meccs után miket kapok én? Én még nem írtam neki. De mindjárt, nem tudom, hogy az kibírják, de azért a most azért politik, hogy jó, hát, a három gólas vereség az nem jó. Szurkolók azért azt szeretnék, hogy nyert a csapat is. Mindenki azt szeretné, csak jó szándékból mondtam. Persze, tudom ismerni. Hát az is jó, hogy jó voltak ezek a felvetések, mert ebből is látszik az meg a kérdések is, fel mindjárt, hogy mindig ilyenkor jó egy picit, mert ezt nem mondtam még majd, de most megint mondom, hogy mindig gondoljuk vissza, hogy 3,5 évvel ezelőtt elindultunk egy úton, nagyon mélyen voltunk. Komolyan mondom itt mindenkinek, hogy az egy nagyon nehéz időszak volt, amikor a csapat kiesett az MB2-ből és újra kellett építenünk. Ezt felépítettük, mentünk tovább lépésről lépésre, és ugyanígy teszünk az MB2-ben is. Tehát azt nem, tehát jó volt, de azért sokan gondolták nyilván, hogy mi is egy olyan bravót végre fogunk tudni hajtani, mint a Kaposvár. A realitás az, hogy mi ezt végre fogjuk tudni hajtani lépésről lépésre. Tehát nekünk ez fél évről fél évre kell, és lehet, hogy beletelik egy pár évbe, vagy egy pár fél évbe. Nem is ez azt gondolom a lényeges, hanem hogy minden fél évben előrébbítünk hibákat, követünk el a múltba, a jelenbe, és valószínűleg a jövőbe is fogunk. Mert emberek vagyunk, dolgozunk. A versenyt szoktam mondani, és ezt alkalmazom sokszor már sok felé fordítom át, kézzabrásoknak, röpiseknek. Tehát azért ne legyen már hajkán
büntetés focistának lenni, de ne legyen már büntetés ajkán szurkolónak se lenni. Hát azért mégiscsak az NB2-es mérkőzésekre lehet kijönni. Persze aztán kapok ki hideget, meleget, hogy kilegének listánecse is, tehát ott is lehet nézni, hogyha vagy akar, de azért mégiscsak ilyen mérkőzésekre tudunk kiállni, és ez egy jó dolog, és az is jó dolog, hogy ilyenekről tudunk beszélgetni ebbe a dologba, bár egyszer megnézik egy percet egy ilyen szituációba egyébként, mert erős alattam felé, bocsánat neked volt. És én a Tibortól kérdeznék, mert látunk szegény, hogy tűz és nem tudsz beszélni. Azt szeretném kérdezni, hogy hát először egy kis monológus, hogy tehát én azt gondolom, egy sikeres csapat akkor lesz igazán vívó sikeres, vagy legalábbis egy kulcsfontosságú dolga van a csapat, tehát nagy csével csapat. Arról kérdeznének, hogy most ez a nagy csés csapat, tehát igazán mikor összeállt el a csapat, vagy egy mondattal, hogy milyen az öltözői hangulat? Majd a tét meccsek fogják meghatározni, tehát hogyha nyerjük sorra a mérkőzéseket, akkor nagyon jó lesz. Hogyha esetleg bármi probléma adódna, akkor nyilván azon leszünk, hogy minél előbb a helyes útra visszatérjünk és kijavítsuk. De most az, hogy mindenkinek egyénileg meg kell oldani a posztjára rábízott feladatot. Tehát ott a lehető legjobban kell eljárnia, megoldania. Én mindig azt mondom, hogy tehát az adott bajnokságban minden poszton a játékos az legyen a legjobb. Tehát kerüljön oda, legyen az a mérce, legyen az a szint, és akkor nagy probléma nem lehet. És hogyha egyénileg mindenki jól ellátja a feladatát, akkor az csapatként is jól fog működni. És az már plusz dolog, amikor mindenki hibázik, tehát minden játékos többször, csak ugye kisegítjük egymást. Ezen múlik, és ezért fontos az, hogy a csapategység szorosan legyen, közel egymáshoz, és hogy olyan attitűddel játszanak a játékosok, hogy tényleg csúszanak, másszanak, és szerintem ez kell a sikerhez. Tehát, hogyha valaki ezt átgondolja, és az, hogy az ajkai csapatért meg kell szakadni, és a csapat az elsődleges, hogyha a csapatért meg fog szakadni, akkor az egyén is jó teljesítményt fog nyújtani, abból a csapat is ugyanúgy fog profitálni, meg a játékos is egyénileg. És hogyha mindenki beáll ebbe a sorba, akkor nem is kell elsősorra beszélni arról, hogy mondjuk nyilván jó, hogyha valaki meg tud csinálni azért egy cselt, meg le tud venni egy játékos, mert anélkül nehéz ugye előnyt szerezni, de hogyha tehát így ezzel a motiváció és akarattal lépünk fel mi meccsről meccsre, akkor biztos vagyok benne, hogy nem a 15. helyről kell majd beszélni, hanem nagyobb álmokat is szövögethetünk, oda a 6., 5. akár, de nyilván most nem helyezésekbe akarok gondolkozni, hanem minden egyes mérkőzést megnyerni, ami most vasárnap lesz, azt nyerjük meg, és akkor szépen haladunk előre. Jó, köszi szépen. Köszönöm szépen. Még azt szeretnének, hogy Gyulától, hogy ugye jó játékod, jó pálya is kell, és nagyon sokkal tapasztaltuk, hogy átravid a pályán, tehát amikor nagyobb eső van, nem tud elmenni a víz. És ugye iszonyat volt nézve, hogy ott a Tócsában futottunk, a labda megállt, túl futottak, stb. Nem jöttünk ki belőle rosszul. Hát volt olyan. Nem egyszer se. Hogy inkább legyen még ez, csak úgy jön, mint egy módon. Igen, csak ugye azt is megtettük, hogy elmarad a meccs. Tehát az is volt, hogy elmarad. De ebből is volt, hogy hatásebb volt, hogy elmaradt. Tehát gyakorlatilag ugye ez is benne egy jó meccsen, egy jó pálya, és kell, hogy a vízelvezetéssel több, mert itt tovább van csövetve a pálya. Lehet, hogy nem jól tudom, hogy a víz elmenjen. Igen, ez egy műszaki kérdés. A pálya alá van csövetve, ez a legmélyebb pont itt a környéken. A víz, amikor nagyon nagy eső van, ilyen havari eső van, akkor az egész városból egy nyomok vagy egy ilyen lefolyó csövemet keresztül, ami nagyon szűk keresztmetszetű, nagyon van megtelik a patak, visszadúzasz, és az összes víz az itt folyik keresztül. Aki itt kijött, az látható, hogy itt a salakon hömpögött a víz. Hát jó, onnan jött ide, hát persze, csak az önben befolyik először nyilván ott, aztán jön ide. Nem a drén rendszer a hibás ebben, hanem itt annyira feltelik a víz, hogy már a drén rendszer is tele van. Tehát nincs hova folyjon. Tehát ezt meg kell oldanunk. Beadtunk egy pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetséghez tavaly április 28-án. Azt első körben egyezettel utasították, úgy ahogy van, mert nem vették észre, hogy NB2-esek vagyunk. Mert akkor még nem voltunk azok, ez tény, de aztán utána felkészítettek. Akkor sem vették észre. De beadtuk még egyszer, de akkor nem bírálták el még pozitívan, csak egy részét. És most péntekre ígérték, hogy elvileg. Amennyiben ez megtörténik, ugye a pályafűtést fogjuk belőle megvalósítani, illetve ennek a pályának a csövezését. De azonban felmerült egy olyan kérdés is ebben a körben, hogy előfordulhat az is, hogy gondolkozunk azon, hogy
hogy a bányászpályára visszük ezt a pályafűtést, megcsináljuk a bányászpályát is pont ezek miatt egy MB2-es stadionnak, tehát fedebelátóval, eredményjelzővel, tehát hogy alkalmas legyen, pont azért, hogyha olyan eset előfordulna, hogy nem tudunk itt játszani, azon a pályán, úgy nagy vonalakban majdnem mindig lehetett volna mérkőzést játszani, csak ott meg a leváltó hiányzik meg a mindenféle egyéb ilyen infrastruktúra. De az alapvetően a tervünk az az, az A-tervünk, hogy ezt a pályát rátoljuk arra a leváltóra, még az idei évben, tehát közel megyünk kb. 6-7 méterrel a leváltóhoz, itt pedig egy olyan tér lesz, ahova egy nagy leváltót tervezünk, a közeli jövőben, tehát itt is meg fog épülni a lelátó, mind a vendég, mind a haza, illetve ez az épületből egy ilyen VIP lelátó fog majd nyílni, meg hát közelebb mennek a pályához a kispadok, és megszűnik a futópálya. A futópályát a bányászpályán, vagy a régi bányászpályán csináljuk meg, itt pedig egy ilyen angol típusú stadion kerülne kialakításra. Van olyan elképzelésünk, hogy egy ilyen amfiteátrum jellegű stadion lesz, tehát három lelátóval. Ez azért van, mert a mostani stadionunkban óriási problémát okoz, hogy a nap nem süt, nem tud besütni, és a fű az nagyon, nagyon rossz, itt viszont egy ilyen déli távolással gyakorlatilag egész nap tudja a napfény érni a füvet. Ez egy 4 éves koncepció. Jobban örülnék neki, hogyha csak egy ilyen fél éves lenne, hogy egyszer csak ide valaki azt mondaná, hogy akkor az ajta is kapna egy ilyen szép 4000-es stadion, el tudnám ezt képzelni, én ezzel álmodom. Vissza nem tudom a szépségben, de aztán csenget neked kicsit, nekem is akkor felébredek. De tényleg dolgozunk azon, hogy egy olyan stadionunk legyen, és ez is egy nagyon, tudom, ez nagyon sajtos kollégák itt vannak. Tehát az, hogy itt van egy ilyen sajtó, ami most fűtött lesz, tehát a hétvégére már meg fogjuk fűteni a sajtosoknak, hogy tervezzük azt, hogy a lelátót is megfűtjük. Tehát, hogy a télen a nézőknek legyen egy kicsit kellemesebb, aki most ott volt velem a hétvégén, tehát tényleg csontán fagytunk. Tehát nulla fokban is csontán lehetett fagyni. Tehát erre igenis energiákat kell fordítani, hogyha decemberben vagy februárban mérkőzés van, vagy márciusban is hideg van, akkor ott, aki kijön szurkolni, annak ne azért legyen melegen, hogy 4 feles benyom előtte valahol, hanem azért, mert úgy érzi, hogy egy olyan közegbe jön, ami ez inspiráló, és nem kell fölvennie 82 liter ruhát. Bár mondták ezt nekem, hogy sokkal olcsóbb lenne, hogyha ilyen kabátokat osztanék, ami fűthető. Elfcsolják a felirattal, és akkor, amikor kifelé megy, hogy mindenki leadná ezt a kabátot. Egyébként lehet, hogy olcsóbb lesz a felirattal. Ezen még gondolkodunk. Tehát a pályáról ennyit. Szeretnénk kicserélni. Az eredményjelzőt is szeretnénk kicserélni, olyan eredményjelzőt szeretnénk alkalmazni, ahol videókat le lehet játszani, tehát tényleg élvezhető legyen ez a dolog. Tervezünk nagyon sok olyan dolgot még a szurkolókkal, hogy minél többen ki tudjanak jönni, vagy jöjjenek ki. Dolgozunk ezen a háttéren. Reméljük, hogy összejön sikerül. De ez a beruházás, amiről beszélünk az idei évben, ez kb. 300 millió forint, és erre mi várjuk a pályázati lehetőséget. Olyannyira, hogy van olyan bank, aki ezt nekünk megfinanszírozna egyébként, tehát hogy odaadná a bankadót, csak amíg nincs határozatunk, addig nem tudja odaadni. Ha lenne határozatunk, akkor mondjuk utalna rá pénzt, hogy el tudjuk kezdeni a munkát május 11-én, mert 10-én van az utolsó mérkőzésünk itt van. Ez egy kicsit bonyolultabb történet, de remélem, hogy a héten el is mond kezdve. A pályán nem elidegnek fontosabb, vagy mert azt mondtam, ez a legmélyebb pont. Igen. Kicsit fontosabb lehet tenni, hogy mondanám azt, hogy biztosan tudod a választ. Azért kérdezem, ide így van beli. Gondolkodunk azon nyilván, hogy egy 30 centivel megemeljük a pályát, és látni szeretném én a dréncsöveket is, vagy hogy tisztítható legyen, mert most az a baj, hogy valószínűleg elhiszaposodtak is egy-két helyen ettől a sok víztől. Gondolkodunk ezen, és gondolkodunk azon is, hogy nem biztos, hogy meg kell emelni, az is lehet, hogy elegendő, hogyha kicseréljük olyan dréncsőre, meg olyan rendszerre, ami működik, meg lesz egy vízelvezető árat itt a salakon, ami elvezeti a vizet mondjuk ki a
ki a patakhoz, de ez majd... A civil nem akartam mondani ezt, mert lehet, hogy hozzá csinálunk egy strandőrben. Ugye az a baj, hogy a civil háznak a vize is ide duzzaszt vissza olyankor. De csak addig, amíg mi meg nem csináljuk, Zoli, mert akkor már majd oda fogunk. Ugye tulajdonképpen itt ehhez a vízkérdéshez ugye az önkormányzatnak is ott van a feladata, illetve a terv, hogy ugye végre, hogyha ki tudják cserélni, azt hiszem, hogy a vízügyi engedélyre várnak jelenleg. Nem tudom, ez... Ugye, ez hogy a patakból, patakból duzzasztja vissza az egészet, tehát itt ezt át kell dolgozni ahhoz, hogy jó legyen. De dolgozunk rajta, hogy ez legyen, mert ez nekünk is nehéz. Tehát ugye stressz helyzet. Tehát most készülünk a mérkőzésre, felkészülünk, felfokozott állapotban vagyunk, ugye az mindenkinél egy másfajta állapot, amikor készül a meccsre. És ha jön egy havaria eső, és vasárnap reggel, amikor a játékos azon kezd gondolkodni, azon, hogy készülne a meccsre, hogy na most akkor ajkán lesz meccs, vagy nem lesz meccs. Szurkoló ugyanígy van. Tehát most kimenjünk, ne menjünk, most hova menjünk? Nem menjünk inkább máshova. Tehát ebben a dologban. Ez senkinek nem jó, tehát ezt meg kell oldani. Azt mondtam, hogy négy év ez a beruházás, ez azt jelenti, hogy négy éven belül nem tervezed a feljutást az NB1-ben? Jó. Köszönöm. 2023. Következő kérdés. Ezt is megtanultam. Nem szóval felelőtnek kérem, de jó, hát fordítva is igaz a stadion NB1-es, de a négy évvel nem áll meg B3-ról ez még, mert akkor ugye meg... Én most mostanában voltam egy-két olyan stadionban, ahol mi játszottuk bajnokit NB2-ből. Igen. Most akkor ezek a akarjuk is tenni? Itt... Sokszor esett a pálya, hiszen ezt különnek, hogy igen, milyen mindenségünk, mint minden. Hát az ajkai pálya, egy pár vidéki pályához viszonyítva, szuper. Igen, hát egészen november 27-ig jó voltunk, tehát addig volt itt nagyon jó. Hogy sajnos nekünk... És azoknak hogyan van meg a licenc akkor? Akik ugyanebben az osztályban járnak. Esküszöm, nem én adom. Nem tudom. De hát hála Isten, hogy megvan nekik, mert tudunk játszani. Tehát azért ezt úgy is kell nézni, hogy persze, hát jó lenne, hogyha mindig klassz van, de azért én azt gondolom, hogy az is jó, hogy vannak ellenfeleink. Igen, olyan pályán, amilyen, nekünk sem volt mindig ilyen pályán. Menjünk, csináljuk, hétről hétre megküzdünk egymással, és ez tényleg úgy kellene, mind a szurkolók, mind a futballcsapatok, egy nagy család legyünk. Hát ez egy nagyon komoly lehetőség és piac, azt gondolom, ami van ebbe a futballban. És mi, Ajkán, azt gondolom, nagyon büszkék lehetünk nem csak a csapatra, hanem a létesítményre is. Három füves pályával, műfüves pályával, tényleg azt gondolom, hogy nagyon pikpak egyben van ez a legjobb dolog, és ezt fogjuk fejleszteni. És a többi meg már a fiúkon múlik majd, hogy úgy legyen. Egy utolsó kérdés, hogyha valaki feltesz, azt megköszönöm. Igen, Jóska. Én szeretném megkérdezni, egy picit ilyen elégedetlenség van a 15. helye, 12. helye környékén, hogy most Magyarországon szerintem mi a 27. legjobb csapat vagyunk. Szerintem a legjobbak vagyunk, csak így most így szólom. Nem zárjuk az NB1-et. Ha visszagondolunk azokhoz az időkre, amikor az NB2-ben nagyon sikeres volt az Ajka, akkor ők ugyanitt van. Ugyanikor két csoportos lukat kellett, Kajszára volt előre. Tehát egy picit becsüljük is meg, mert ebben munka van, ebben nagyon-nagyon sok veréteg, és ezt köszönjük szépen a mesternek. Köszönöm szépen, és mindig szóba is kerül ez egyébként a régi szép idők, hogy 80-as évek, 90-es évek hányan jártak mérkőzésre, és esküszöm, van nálam egy ilyen napló, azt hiszem Gyuri hozta be hozzám, aki mérkőzésekről a tudósításokat kigyűjtötte. Nem csak az érdekes, hogy 800 néző, 1200, 1500 néző volt a mérkőzéseken, hanem hogy kikkel játszottunk. Tehát, hogy Répcelak, Celdömör, Piac, és akkor persze, de ott milyen futball volt? És akkor megkérdezik, és most milyen van? Tehát, hogy mi a magyar NB2-ben vagyunk, és ők, akikkel akkor játszottunk, ott most milyen futball van? Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, amire mi azt gondolom, hogy
hogy lehet építkezni, és lehet büszkének lenni ám, hogy akikkel akkor annak idején 20 éve, 30 éve nagy rangadókat játszottunk, most egy kicsit kicserélődött, mert akkor mondjuk egy Vasas, egy MTK kettős rangadót játszott a Népstadionban, most meg bennünk van egy osztályban, és bajnoki mérkőzéseket játszunk előtt. Tehát, hogy minden csak tálalás, meg nézőpont kérdése. És én ezért kezdtem úgy az elején, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra, nagyon büszke vagyok ezekre a srácokra, a szakmai stábra, hogy tudjuk ezt biztosítani. És bízisten, hogy ebben a fél évben is fogom bírni a kommenteket. Jó. Most persze majd kapok ideget-teleget. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, a hivatalos rész ezzel véget ér. Természetesen kötetlenül még maradhatunk és beszélgethetünk. Köszönöm szépen, tisztelettel! Látja, hogy te milyen sapka van most nézve? Jó, De akkor nem kell az újságban.